kapcsolok képet is. Szia! Hát üdvözlök mindenkit! Sok szeretett a Juhász Gyula Ifjúsági Klub nevében. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök, és nagyon meglep egyébként, hogy ilyen sokan összegyűltünk, de tényleg nagyon örülök neki. Sőt, még mindig egyre többen vagyunk, úgyhogy tök jó, nagyon örülök nektek, hogy fontosnak tartjátok azt, hogy írjatok egy jó szakdolgozatot, vagy diplomamunkát, vagy akár egy szemináriumunkat, hiszen mindenre jól jöhet ez a sok-sok információ, amit most el fogunk nektek mondani. Én Csilla vagyok, és én fogom tartani ezt a kis előadást a Dórával együtt, az egyházi Dórával. Dóra egyébként a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, a komáromi Grundban tanuló csoportokat szerveznek, és alternatív pedagógiai módszerekkel dolgoznak az óvodásoktól egészen a felnőttekig, szóval keressetek utána, és tényleg nagyon jó foglalkozásokat tartanak, bátran tudom ajánlani nektek, és emellett 6 évig dolgozott a saját egyetemi könyvtárában, úgyhogy köszöntünk köreinkben, Dóra, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. És hát bele is vágok a közepébe, csak még egyetlen információt elmondok. Lehet, hogy aki később érkezett, az nem látja, de a chatben is le van írva, hogy az előadást rögzítjük, és feltöltjük a YouTube csatornát. Nekem most Csilla lefagyott. Igen, nálam is már próbálom őt visszahozni. Igen. Jó, érdekesen kezdődik, ne haragudjatok, ledobottam itt. Oké, hallottok engem? Egyébként szerintem nyugodtan, igen, hallunk, de igen. Szerintem nyugodtan kapcsolt ki a kamerát, hogyha segít. Igen, igen, már is kikapcsolom a kamerát, amint elkezdem a képernyő megosztást, remélem, hogy akkor nem fog kidobni. Szóval, hogy felvesszük ezt az előadást, és felkerül a YouTube csatornánkra, de nyugodtan kérdezzetek. Hogyha van valami kérdésetek, akkor bátran vagy akár csetben is nyugodtan megírhatjátok nekünk, aztán igyekszünk rá válaszolni. És ami még fontos, hogy a képetek, bár lehet, hogy ha nem kapcsoltuk kamerát, nem lesz benne a felvételben, viszont a nevetek az igen. Úgyhogy erre szeretnénk felhívni a figyelmeteket. Reméljük, hogy ebbe utólagos engedélyetekkel is beleegyeztek. Ha esetleg nem, akkor még valóség kilépni, de ne hagyjatok emiatt itt minket. Jó, és most már kikapcsolom a kamerát, és megosztom a képernyőmet. Szóval, igazából a bakalár munkáról fogunk főleg beszélni, de tényleg, ahogy az elején is említettem, ez bármilyen kutatói, tudományos munkához érvényes lehet az, amit elmondunk. Amit először szeretnék elmondani, hogy ha valamilyen téma érdekel titeket, és szeretnétek mérehatóban foglalkozni, akkor szerintem bátran nyilván a szakotokon belül, az egyetemen, akkor bátran keressétek meg azt a tanárt, akinek ez a szakterülete, és akkor tudtok konzultálni erről. Hogyha pedig nincs ötletetek bakalár témára, vagy tudományos munkára, akkor a mi egyetemünkön, az UKF-en úgy működik, hogy van ugye az ICE rendszer, és itt ez a fő oldal, ugye, hogyha bejelentkeztek az ICE-ba, akkor ez a fő oldal,
itt van egy olyan fülecske, ahol meg tudjátok nézni, hogy milyen zápisznelisztik vannak itt nektek szépen magyarul, és itt a Závaricsne Práce címszó alatt tudtok feljelentkezni munkákra. Itt ráklikkeltek arra, hogy prehlad zadani záverečných prác a prihlásenie. És hogyha rámentek, ugye kijön ez a kis felugró ablak, hogyha itt rámentek arra a kis papírkára, ahol van egy plusz, az ott van, hogy prihlásítsen a zadanie. Jó, és most nekem ez valószínűleg nem fog működni, mivel én már fel vagyok jelentkezve, de hogyha rámegyek arra, hogy prehlad, akkor meg tudom nézni, hogy milyen témák vannak. Itt be tudjátok állítani a kárt, amelyikről éppen szeretnétek írni a munkát. Például, hogyha a főszösenek a diákja vattok, de a biológia, és például biológia tanultok, és biológiából szeretnétek írni a munkátokat, akkor a FPV-vel fogtok tartozni, szóval onnan lehet témákat válogatni. De én most elsősorban a közép-európai tanulmányok karának a témáit fogom megkeresni, és itt láthatjátok, hogy milyen témák vannak kiírva. Aztán ezekből tudtok szemezgetni. Itt vannak a címek, és a tanárok, akik ezt tudják vállalni, ezt a témát. Hogy erről röviden ennyit a témaválasztásról. Hogyha már megvan a témátok, akkor egyrészt jó szakirodalmat keresni utána, másrészt jó átgondolni, hogy hogyan szeretnétek felépíteni azt a munkát. Erről megmutatom a saját dolgomat, hogy én ezt hogy képzeltem el. Ugye felírtam szépen minden egyes pontot, hogy mit kell tartalmaznia egy bakalár munkának, és hogy mit szeretnék az egyes fejezetekben taglalni, esetleg alfejezetekre bontani. Amit itt megjegyeznék, hogy érdemes arra figyelni, hogy az egyes fejezetekben az alfejezetek száma arányos legyen, de nyilván ez már csak ilyen nagyon-nagyon spéci dolog, úgyhogy ez igazából nem kötelező, meg ez sehol nincs is megírva, csak kicsit jobban mutat a munkában, hogyha egy fejezet mondjuk nem 15 alfejezetből, a másik fejezet pedig csak kettőből, hanem így nagyjából arányosan van szétosztva. Úgyhogy erről ennyit szeretnék mondani. Hogyha van kérdés, akkor nyugodtan vagy írjátok meg chatben, vagy jegyzetejétek fel, aztán igyekszem rá válaszolni, de közbe is nyugodtan közbe szólhattok, ha szeretnétek. Nem fogok érte megharagudni. Jó, amit még elmondok, az, hogyha rámentek az egyetem oldalára, itt most nyilván megint a saját egyetemünkről beszélek, de talán azt hiszem, hogy minden egyetemen így működik, akkor itt vannak a karok, és a egyetemhez tartozó egyéb létesítmények. Itt az Univerzita Kinyiznica címszó alatt megtaláljátok az egyetemi könyvtárnak a weboldalát. Itt van a több információ, bővebb információk a weboldalon. Erre, hogyha rámentek, akkor kijön nektek a könyvtárnak a weboldala. És itt láthatjátok is, hogy van egy olyan címszó, hogy Záverečné práce. Ha erre rákattintotok, akkor megtaláljátok azt, hogy mit vár tőletek el az egyetem, hogy nézzen ki a ti leadott munkátok. Itt szépen minden megtalálható, be kell hozzá jelentkezni az ISO-s kóddal, és akkor így le tudjátok szépen húzni, hogy hogyan kell kinézni a munkának. A zadanyé szépen magyarul, itt találtok rá a mintát, ezeket nyugodtan le lehet töltögetni, meg is mutatom nektek. Így kell kinéznie egy zadanyének szépen magyarul, ez az én munkámban így nézett ki, szóval itt már szépen kitöltve az annotáció, kulcsszavak és minden egyéb dolog. Akkor a következő az a fő oldala a munkának, tehát ez a kezdő oldal, az obal, szépen magyarul, tehát amit kintről láttok a munkán, ez ugye kell az egyetem neve, a kar neve, magának a munkának a neve, típusa, név, vagyis név és év.
következő az a titulni list. Ne haragudjatok, ezeket a megnevezéseket magyarul nem tudom. Itt is. Szóval szépen mindenre találtok mintát. Ez az én bakalár munkámban így nézett ki. Ide már fel kell tüntetni szlovákul is a munkának a címét, illetve egyéb ilyen adatokat. Igen, aztán rámegyünk még a többire, csak megnézzük a Smernicát, addig ezeket itt letöltögetem. Ezt a licencnázmúvát szintén ki kell tölteni majd és leadni, illetve a szépen magyarul Cseszné vihlászényét, becsületbe nyilatkozat, ezt tudom még magyarul is, ezeket is majd le kell töltenetek és ki kell töltenetek. Remélem, hogy közben hallatszódom, és látszódom is. Igen. Hallgasztok, köszönöm. Majd néha így jelezzetek vissza, lehet, hogy itt elbeszélgetek magamnak, aztán közben kidobom mit. Jó, szóval, igen, ugye megnéztük ez alatt is a második, harmadik oldalt is, ez a három minta, amit le is tudtok tölteni. Aztán a negyedik oldalon van a köszönetnyilvánítás, ez nyilván nem kötelező, de azért jó, ha beleírjátok. Aztán van a becsületbeli nyilatkozat, ezt alá is kell írni a kinyomtatott formában, szlovákul, magyarul, és aztán pedig az abstract, ami három nyelvű, hogyha magyarul írjátok a munkát, magyar, szlovák és angol, és ezután következik a tartalomjegyzék majd. És most megnézzük ezt a Smernicát, ami lényegében tartalmazza mindezt az információt, amit tudni kell egy bakalár munkáról. Megyek a lényegre, jó, nem fogjuk végigolvasni az egészet, 12 oldal, szóval igazából itt minden adminisztrációs dolog le van írva, ugye itt van az, hogy hogyan kell kinézni a munkának, van az obal titulnivis zadanie, de köszönetnyilvánítás, amint mondtam, ez nem kötelező. A államnyelvben az abstract, angol nyelvben az abstract, és nyilván, hogyha magyarul írjátok a munkát, akkor ez elé mindig elé kerül magyarul az abstract, aztán a tartalomjegyzék, aztán, hogyha vannak benne valamilyen képek vagy táblázatok, akkor arról lehet szintén egy jegyzéket készíteni, de ez sem kötelező, vagy a rövidítésekről egy jegyzék, esetleg ha valamilyen idegen szavak szerepelnek benne, vagy valamilyen szavak, amiket szükséges magyarázni, akkor szintén tartalmazhatja ezt is a munka. És itt van még az is szétírva, hogy ha ugye a mintán mutatják, de itt szét is van írva, hogy mit kell tartalmazni az egyes oldalaknak, az obalnak, a titulni listnek, stb. Igen, a úvod, jadro, záver, ez ugye bekezdés, a tárgyalás és a befejezés, mint ahogy ezt fogalmazáson szépen meg is tanultuk. A bekezdésben ugye az lényegében a bevezetés, itt felvezetitek a munkátokat, leírjátok, mi a célja a munkának esetleg, milyen a felépítése. Igen, és nagyjából így azt hiszem ennyi, ami fontos lehet a bevezetésben. Aztán maga a tárgyalás részt úgymond, az pedig hát lényegében maga a bakalár munka, amiről szól, több fejezeten keresztül is akár, és végül van egy összegzés. Igen. Lehet ilyen szép diagramokat beletenni, jobban néz ki, hogyha nem csak tiszta szöveg az egész, és hogyha nyilván tudtok miről diagramot tenni, akkor az még jobb. Az összegzés, ez a végére, ez nagyjából ilyen 2-3 oldal szükséges, és itt is lényegében mi volt a célja a munkádnak, hogyan épült fel a munka, miről szólt, főbb adatokat meg lehet adni, illetve hogy milyen következtetéseket vontál le a munkádból, illetve hogy milyen hatása lehet a munkádnak esetleg a tudományos életre, úgymond a tudományos szférában, milyen hatása lehet, vagy akár gyakorlatban. Szlovákul pedig összefoglalva nagyjából ugyanez, és egy szakirodalomjegyzék.
A szakirodalom jegyzéknél fontos elmondani, hogy ahonnan idéztek, azt mindig írjátok fel magatoknak. Hogyha jegyzeteltek ki egy szakirodalmat, akkor nagyon fontos az, hogy felírjátok azt is, hogy milyen könyv, ki ugye a szerzője a szakirodalomnak, melyik évben jelent meg, mi a címe, és az oldalszám. Ez nagyon fontos, hogy mindig feltüntessétek, hogy melyik oldalon található az, ahonnan idéztek. Esetenként fel lehet tüntetni, hogyha megvan a könyvnek az ISBN számja, akkor azt is fel lehet tüntetni, és akkor így szépen ABC sorrendben lehet ezt rakni. És aztán a végére nekem volt egy mellékletem, amit formailag szeretnék előről az egészről mondani. Az szintén benne van a Smernicában. Ugye itt is szét van írva, hogy igen, egy-két oldal a bevezetés, úgyhogy ezt jó azért, hogyha végigolvassátok itt főképp ezeket a formai követelményeket. Na igen, itt van. Nem tudom, mennyire vettétek észre, ez a bakalár munka 88 oldal, nem kellett ettől megijedni, nem kell ennyit írni. Kicsit túl buzgó voltam, a témavezetőm pedig még buzgóbb, mint én. Szóval ezért lett ennyi. Egyébként itt ebben a harmadik bekezdésben olvashatjátok, hogy 30-40 oldal egy bakalár munka, itt le van az is írva, hogy mennyi leütés, egy diplomamunka ilyen 50-70 oldal, és a disszertációs munka pedig nagyjából ilyen 80-120 oldal. Úgyhogy én jól belevágtam a közepébe, de nagyon élveztem, és nagyon fontos az tényleg, hogy élvezzétek azt a témát, amiről írtok, mert akkor lényegében nem csak egy letudás lesz az egész, úgymond, hanem valóban még tudtok fejlődni is, és csomó érdekességet megtudhattok az adott témáról. Ami még fontos, az itt van a második bekezdésben. Itt 11-12-es betűtípus van. Igen, van kérdés? Nincs kérdés? De tök jó, most legalább tudom, hogy nem falnak beszéltem eddig, hanem még itt vagytok velem. Igen, vissza a Smernicára. Szóval 11-12-es betűtípus van itt írva. Én, amit hallottam, mindenki a 12-est ajánlotta. Egyrészt nagyobb, szóval többnek tűnik, hogyha esetleg nehezetekre esik az írás, vagy már tényleg nem tudom, nekem mondjuk voltak olyan részek, hogy már mondjuk az összegzés volt olyan, hogy tényleg nem tudtam már mit odaírni, és azért olyankor jó, ha 11-es helyett 12-es betűtípust használtok, de fontos, hogy ez az egész munkában egységes legyen, tehát még a fejezet címek is 12-essel vannak. Például ugye itt jó látni a tartalomjegyzékben, hogy minden 12-es betűtípus, csak ugye itt van egy caps lock, és ennyi igazából. Aztán, ami még fontos, hogy 1,5 sor közt kell használni, illetve a dokumentumban, például itt most ebben meg is tudom talán mutatni, hogy milyen beállításokat kell használni. Igen, a sorkizárt igazítás az ezt jelenti, hogy így állítjátok be a munkát, és a bal oldalról 3,5 centinek kell lennie, a jobb oldalról 2 centinek. Azért van itt a bal oldalon 3,5 centi, hogyha kötöd be a munkádat, akkor ugye ott néhány centiméter, milliméter itt az elejéről azért elveszik a bekötésnél, és hogy ne nyelje el a szöveget is, valamint fentről és lentről is 2,5 centiméter, értelemszerűen függőleges beállításban és A4-es formátumban, és ezt sajnos nem néztem meg előre, de hogyha jól tudom, akkor itt lehet beállítani, nem ez a behúzás, ne haragudjatok. Ott a margóknál a legelső balra. Legelső. Igen, nagyon köszönöm. Jó, ezt nem néztem meg előre, ne haragudjatok, és már régen csináltam ilyet, de köszönöm Dóra segítséget, szóval itt a margóknál tudjátok beállítani, ugye felső és alsó 2,5 cm bal oldalon. Lehet kattingatni is, de egyébként be is lehet írni, csak én kattingatni jobban szeretek.
bal oldalon ugye 3,5, és jobb oldalon pedig 2. És akkor ezt így szépen álló elrendezés, és akkor ezt így beállítjátok, és kész, az egész dokumentum így lesz. Ami még fontos, az az oldalszámozás. Amit láthatjátok, nekem a bakalár munkámon nem megszokottan, vagyis nem a könyveknél általában megszokott középen van az oldalszámozás, hanem a jobb oldalon. Ezt azért ajánlották, mert hogyha lapozod a munkádat, akkor egyszerűbb, hogyha az oldalon van rögtön a szám, és nem közepén, mert könnyebben észrevehető, de ennek is csak ilyen esztétikai oka van, szóval igazából ez sincs, azt hiszem, sehol megírva. Hogyha végigolvassátok a szmenicát, és megtaláljátok benne, akkor szóljatok, de igazából én ezzel nem találkoztam sehol. Igen, ami még fontos, az a csatolmány, priloha. Ez tényleg nagyon fontos, és szerintem erről fog egy-két szót ejteni a Dóra is, hogy hogyan kell idézni szakirodalmakból és könyvekből. Ezt itt nagyon szépen megtaláljátok, hogyha esetleg el is felejtenétek, mert tényleg ez sok információ most egyszerre, még hogyha visszanézhető is majd a videó YouTube-on, de itt szépen ebben a csatolmányban mindenütt, vagyis mindent meg tudtok nézni, hogy honnan, hogyan kell idézni. Könyvből, monográfiából, hozzá példákat is, újságból, valamilyen szintén zbornikból, szlovmagnyelv, valamilyen elektronikus dokumentumból, elektronikus újságból. Itt ami nagyon fontos, hogy oda legyen írva az, hogy mikor találtad te ezt meg, és mikor idéztél belőle, mert nem tudom, például, hogyha egy hét múlva leszedik, vagy egy hét múlva, nem tudom, például megváltoztat meg benne valamit, akkor te tudsz arra hivatkozni, hogy te igenis már azelőtt, mielőtt azt megváltoztattak, azelőtt hivatkoztál belőle. Sőt, CD-ről is lehet, hogyha esetleg valami olyan hanganyagot találtok, amit CD van meg, és szükséges nektek, akkor arról is lehet hivatkozni. Más tudományos munkákból, például diplomamunkákból is lehet hivatkozni. Valamilyen kutatási témából, vagy valamilyen jegyzetből is lehet hivatkozni. És igen, és ilyen normákból is. Szóval itt mindent megtaláltok, de egyébként a legjobb, hogyha beszéltek a témavezetőtökkel, konzultáltok, hogy hogyan kell hivatkozni, mert például, ezt szintén saját példát tudok hozni, hogy nálunk én nyelvészetből írtam a bakalár munkámat, és a nyelvészeknek másképp kell hivatkozni, mint az irodalmároknak. Szóval legjobb, hogyha konzultáltok a témavezetőtökkel, az a biztos. Sokat beszéltem. Van-e esetleg valakinek valamilyen kérdése most? Vagy hirtelen meg se tudtok most szólalni? Jó, meg se tudtok szólalni, nem csodálom. Én is megijedtem volna ennyi. Minden. Én esetleg megkérdezném Csillan arra, hogy az UKF-en kívül milyen egyetemekről vagytok? Az UKF-en kívül más egyetemről van, az a chatbe írja be, jó, hogy melyik egyetemről van. Igen, vagyunk itt jó páran, úgyhogy nyugodtan írjátok be, hogyha nem szégyenkeztek miatta, mármint, hogy nem akarjátok felvállalni, így gondoltam, nyilván nem kell egyáltalán szégyenkezni, bocsi. Nem tudom magam kifejezni, kicsit fáradt vagyok, és ilyenek. Esetleg még az jutott eszembe, hogy a tartalomjegyzéket megmutatom. Ugye, és az oldalszámozást, az oldalszámozás az a bevezetéstől egészen a mellékletig tart. Szóval ezek az első oldalak még itt, amint látjátok, nincsenek is számozva. Ezt Dóra egy kicsit mesél az ő dolgairól, amit ő szeretne elmondani.
és utána pedig megmutatom nektek, hogy hogyan is lehet ezt megcsinálni, hogyha addig rájövök újból, mert hogy én ezeket tudtam, és most is alkalmaznom kell ezt majd a diplomamunkámnál, csak tudjátok, hogy van ez, hogyha az ember csinál valamit, akkor tudja, ha aztán másfél nem csinálja, akkor elfelejti. Szóval igen, itt láthatjátok a bevezetést, aztán főfejezetek, alfejezetek, és még alfejezetek. Ezt itt megmutatnám, hogy hogyan is néz ki. Ezek szintén csak ilyen formai dolgok. Szóval a főfejezet cím az, ugye, mint mondtam, ugyanúgy 12-es, de kapszokkos, aztán van egy sor kihagy, aztán van az alfejezet, ez már normálisan egy sor kihagy, és úgy kezdődik a bekezdés, ugye látjátok, minden egyes bekezdés, az a bizonyos újnyi távolság, 1 cm szokott lenni. Én annyit tettem, hogyha jól emlékszem. És mutatok egy olyat, ahol van még egy alfejezet is, tehát itt az a különbség ugyanúgy 12-es betűtípus, csak itt már nincs még egy sor kihagyás a bekezdés előtt. És amit látjátok, 1,5-ös sor köz, itt látni, hogy itt nagyobb a távolság, itt van az a bizonyos 3,5 centi, itt a 2 centi, és fent lent 2,5 centi. És úgy egységes a 12-es betűtípus, tehát még a számok, az oldalszámok is 12-es betűtípussal legyenek. Itt látjátok az én munkámban, hogy a hivatkozásnál kapszokkal hivatkoztam a szakirodalmakra. Ezt több helyen többféleképpen láttam én is. Én konzultáltam a témavezetőmmel, és ő ezt ajánlotta, hogy ő így szokott hivatkozni, úgyhogy nyugodtan hivatkozzak én is kapszokkal, de egyébként több helyen láttam úgy is, hogy csak simán ugye, nagykettő és aztán kisbetűkkel vannak a nevek feltüntetve. És fontos még, hogyha a mondat végén van ugye a hivatkozás, akkor a pontot a hivatkozás után tegyük és ne elé. És ami még eszembe jutott, hogy ha szó szerint idéztek, akkor pedig érdemes idézőjelbe, és akkor dőlt betűtípussal, hogy lássák, hogy az valójában szó szerint idézés és nem parafrázis. Jó, igen, a képeket a tanácsos megnevezni, az is ugyanúgy 12-es betűtípussal, forrását esetleg a képeknek, hogyha nem saját fotó, táblázatok, diagramok és egyéb finomságok, azt hiszem, hogy itt nekem más nem lesz, csak táblázataim, diagramjaim is képeim voltak. Jó, hogyha többféle diagramot használtok, mert mutatósabb, hogyha fogtok használni diagramokat, akkor ezt tudom tanácsolni. És látom, hogy nagyon sok helyről vagytok, tök jó, örülök nektek. És akkor én egyelőre átadnám a szót Dórának. Én most jó kibeszéltem magam fél óra alatt, hogyha van kérdésetek, nyugodtan írjátok közbe chatbe, vagy bárhova. Úgyhogy én átadom a szót neked, Dóra, és akkor ki is kapcsolom a képernyő megosztást. Köszönöm, hogy hallgattatok, remélem azért sikerült érthetően elmagyaráznom a dolgokat. Ha nem, akkor azt is írjátok meg, és lehet, hogy valaki érthetőben el tudja nektek magyarázni. Igyekeztem. Jó van, köszi szépen, Csilla. Én akkor megpróbálok rád nagyon szorosan csatlakozni. Rögtön kezdeném egy szolgálati közleménnyel. Tehát, hogy ahogy Kőle említette, ugye a Grundon különféle tanulócsoportokat is szervezünk, és ugye ebből az egyetemisták sem kivételek. És a chatben most belinkeltem nektek egy ilyen kérdőívet, illetve űrlapot, amin lehet jelentkezni a szakdolgozat Elixir workshopra. Ezt a workshopot csoportos, illetve egyéni formában is meg szoktuk tartani. Múlt héten Pozsonyban tartottam csoportosat, Komáromban egyénit. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy végigvesszük onnantól kezdve egy témaválasztás, egészen a formázásig, meg a prezentációig, tehát amiről most ugye Csilla is beszélt így röviden, egy kicsit velősebben, illetve személyre szabottabban, végigvesszük ezeket a témaköröket, és ez tulajdonképpen az ilyen belépő,
foglalkozás, mert hogy lehetőség van arra, hogy, hogy az egész tagdolgozatírás folyamata alatt konzultáljunk, tehát tudunk segíteni abban is, hogyha megakadsz valamiben, nincs elég forrásod, esetleg átnézni, nyilván nem szakmai szemmel, tehát hogy a tartalmához ahhoz nem feltétlenül tudunk hozzászólni, de formázás, illetve egyéb forrásfelkutatási dolgokban tudunk segíteni, illetve egészen tényleg odáig, hogy a leadás előtt átnézni, esetleg a diagramokkal segíteni, stb. Tehát a Word szerkesztésénél, amikor már az embernek a haja hullik ki, hogy nem úgy rakja az oldalszámozást, ahogy kéne, és átdobja, és nem úgy teszi, és azt miért más betűtípussal csinálja, tehát vannak ezek a kis finomságai a Wordnek, ami nagy bosszankodást tud eredményezni. Szóval, hogy van erre lehetőség, és akkor tényleg röviden ezen az űrlapon lehet jelentkezni. Ott van egy ilyen kis rész, ahol a más időpont, tehát az időpontra vonatkozóan ott bejelölitek, hogy más időpont, zárójelbe online, tehát hogyha szeretnétek igénybe venni ezt a szolgáltatást, ezt a workshopot, ezt a konzultációt, akkor jelentkezzetek. Ott vannak az elérhetőségeim is, és akkor tudunk időpontot és helyszínt is egyeztetni. Mondom, alapvetően Komáromban vagyunk, de online is meg tudjuk oldani, tehát nem kell. Nyilván jobb a személyes jelenlét, de nem kell feltétlenül. Na, és akkor nem húzom a szót, illetve nem húzom az időt. Tehát már Csilla elég sok mindent elmondott, nem olyan akartam közben szólni, de néhány dolgot kiegészítenék. A témaválasztás, nem tudom, hogy már van-e témátok, ha még nincsen, akkor célszerű, amit ugye Csilla is mondott, hogyha szeretitek a témátokat, tehát, hogy valamilyen érzelmi kötelék legyen, mert bár Csilla azt mondta, hogy végig nagyon szerette, és egyre többet és többet akart ezzel foglalkozni, de könnyen megesett az, hogy bár az elején még szerettétek a témátokat, de amikor már nem tudom hányadik hónapja dolgoztok vele, akkor a végére akarva akaratlanul megutáljátok. Úgyhogy ez benne van a pakliba, tehát jó, ha legalább az elején szeretitek, vagy valami kötődésetek van hozzá. Aztán még amit tudok ajánlani, mielőtt, ha még nem véglegesítettétek a témátokat, hogy már az elején is lehet egy kis irodalomkutatást végezni, mert hogy nehogy aztán az legyen, hogy egy olyan témát választatok, és hagyatok jóvá, amihez aztán nem találtok forrást. Az egy elég kellemetlen dolog, hogyha utólag derül ki, hogy mondjuk a te témádhoz mondjuk például csak spanyol nyelvű források vannak, te pedig egy mukkot nem tudsz spanyol. Tehát azért ez elég kellemetlen tud lenni. Meg úgy nagyjából megnézni, hogy tényleg lesz-e elég forrásod hozzá. Jó, egy bakalár munkához nem kell olyan sok forrás, de azért esetleg egy ilyen gyors kutatást, tehát egy ilyen egy órácskát rá lehet szánni még a téma véglegesítése előtt, és akkor az ilyen biztos dolog, hogy na jó, akkor lesz itt, nem lesz gond, egy picit meg is nyugszik az ember lelke, hogy jó, lesz itt miből dolgozni. És aztán, amikor megvan a témátok, ahogy a Csilla mutatta, az ICE-ban felveszitek, hogyha nincsen ugye a meghirdetett témák között, akkor lehet ugye egyéni témát is kérvényezni, de az már csak akkor, amikor van olyan oktató, akivel már ezt előre megbeszélted, hogy akkor ő nála szeretnéd írni, és akkor megbeszéletek együtt a témát. De ilyenre is van lehetőség. Konkrétan a folyamatát azt nem tudom, meg hát egyetemenként egy kicsit ez változhat is. Na, és aztán akkor megvan a témátok, eltelik a nyár, eljön az ősz, és aztán akkor már egy eléggé kezd égetni a dolog, hogy valamit kéne kezdeni, elkezdtek különféle információk után kutatni, és ahogy Csilla is mutatta nektek, ennek az elsődleges helyszíne valószínűleg a könyvtár lesz, és amiket ott a bibliográfiai hivatkozásoknál, tehát a citációknál, az irányelvben mutatott, különféle dokumentum típusokkal
dolgozhattok. Ugye az elsődlegesen ugye vannak a könyvek, kiadványok, ezek lehetnek elektronikusak, vagy papíralapúak, vannak ugye a folyóirat cikkek, vannak tanulmánykötetekben megjelent tanulmányok, folyóirat cikkek is ugye lehetnek papíralapúak, online elérhetőek, tehát elektronikus folyóiratokban megjelent cikkek, és aztán még vannak az egyéb speciális források, például, amit ott mondott, vagy mutatott a Csilla nektek, a CD, a normák, a szabványok, a térképek, és egyéb furcsa információfordozók is lehetnek, ugye mindenkinek a témájától függ. Ezekkel fogtok majd találkozni, és ugye ami nagyon fontos, hogy igazából miért nagyon fontos a hivatkozásoknak a megléte, tehát a pontos hivatkozás megléte, az ugye a plágium. Na most tudjátok, hogy mi a plágium, vagy el kell mondani, jelezzétek, hogyha esetleg ez nem tiszta. A lényeg az, hogy nem plagizálunk, tehát nem lopunk mástól, és ha úgymond kölcsönösen is veszünk szó szerinti idézeteket, illetve gondolatokat felhasználunk, és átfogalmazva felhasználjuk a dolgozatunkba, azt le kell hivatkozni, hogy úgymond jó legyen az álmunk, és hogy ez szakmailag is rendben legyen, a tudományos életben is rendben legyen. Meg hát növeli a mi munkánknak a minőségét is, hogyha minél megbízhatóbb és nevesebb hivatkozásokat használunk. Mert hogy ne lehessen ránk fogni, hogy hát mi loptuk a munkánkat, meg stb. Tehát, hogy ez ilyen becsületbeli ügy. Jó, erről egyelőre nem többet, ha csak nincs kérdés ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy elkezditek kutatni a forrásokat, és akkor, ahogy mondtam, hogy elsődleges helyszíne ennek a könyvtár. Vannak speciális szolgáltatások, amiket igénybe tudtok venni. Én most megosztom a... Igen. Megosztom az ablakomat. Nem tudom, hogy látjátok-e. Igen. Jó, tehát itt vagyunk az UKF-nek ugye az oldalán, és tehát a könyvtár oldalán, és ugye itt vannak, hogy milyen szolgáltatásai vannak, milyen, mit lehet tudni a könyvtárról, miért menjen oda az ember. Ugye ami elsődlegesen nektek kellhet, hogy keresni tudtok tehát közvetlenül a ti könyvtáratoknak a könyveit, tehát a kiadványai, a dokumentumai között, és erre szolgál az online katalógus. Ugye az online katalógusban tudtok keresni többféle módon. Néztem, hogy milyen egyetemekről vagytok, minden egyetemnek van egyetemi könyvtára, és 99%, hogy mindegyiknek van online katalógusa, tehát ez most már egy annyira alap dolog, hogy tehát ezt már így nem is feltételezem, hogy valakinek nincsen. Ugye mit jelent az online katalógus, tehát online elérhető felületen böngészhető a könyvtár állománya, és a könyvtár állományába tartozhatnak a könyvek, egyéb kiadványok, folyóiratok és a szakdolgozatok is, ahol ugye meg lehet nézni akár személyesen, bár nem minden esetben a könyvtárban vannak a szakdolgozatok, de a legtöbb helyen igen. És ugye az online katalógus felületen pedig rá tudtok keresni, van az egyszerű keresés, és van az összetett keresés. Az egyszerű keresés ugye ott csak beírjátok, és a keresendő szót, kulcsszót, és akkor ő az összes dokumentum összes adata között keres. Hogyha kicsit finomítani szeretnétek, akkor arra van az összetett keresés, ahol a különféle kulcsszavakat tudjátok kombinálni, tehát az alapvető bibliográfiai adatokat, tehát szerzőcím, kulcsszó, ugye ISBN, kiadó, illetve a kiadási év, tudjátok szűkíteni, illetve ezeket össze is tudjátok kötni.
Tehát, hogyha mondjuk tudjátok, hogy nem tudom, melyik szerzőtől szeretnétek keresni a kiadványokat, és mondjuk be akarjátok tenni, hogy viszont 2010 utáni kiadás legyen, akkor ugye így összetudjátok, tehát hogy egyszerre több keresési szűrést is el tudtok indítani. Na, és ami a legjobb az egészben ezekben az online katalógusokban, hogy ezeknek a felépítése nagyjából 80%-ban, sőt, inkább azt mondom, 90%-ban azonos, tehát minden online katalógusban van egyszerű, illetve összetett keresési mód, csak egy kicsit pepitában, tehát itt most ez egy ilyen fehér alapon, kék és szürke betűk, és máshol meg lehet, hogy kicsit máshogy néz ki, de alapvetően mindegyik online katalógusnak ugyanez a felépítése, és ugyanez a módszere, tehát hogy hogyan tudtok benne keresni. Viszont előfordulhat az, visszamegyek, hogy a ti könyvtáratokban nincsen a ti témátokban megfelelő szakirodalom, és esetleg valahonnan máshonnan is szeretnétek. Erre van az úgynevezett könyvtárközi kölcsönzés, amikor is, most azt nézem, hogy itt merre van, tehát ez a Medzikniznál Vipozsicsnál Szlózsba, most ezt itt nem látom, de biztos, hogy van valahol. Ugye ez azt jelenti, a könyvtárközi kölcsönzés, hogy a könyvtáraknak ugye van egy hálózata, ők azért kapcsolatban vannak egymással, és ugye ami náluk nincs meg, azt le tudják kérni más könyvtárból, és el tudják küldeni fizikailag. Vagy hogyha elektronikus dokumentumról van szó, vagy csak be kell szkennelni egy bizonyos részt, akár könyvfejezetet, vagy folyóiratcikket, akkor azt át tudják elektronikusan küldeni. Ez ugye Szlovákiában ő is nagyon jól működik, az egyetemi könyvtárok is egymás között a nemzeti könyvtárból is tudnak lekérni, és még van olyan, hogy nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés, amikor viszont külföldről is akár be tudnak szerezni. Elsősorban gondolok a magyar nyelvű dokumentumokra, hogyha nem találjátok a szlovák könyvtárak között, akkor nyugodtan kérhettek nemzetközit. Biztos, hogy van a magyarországi könyvtárakkal is valamilyen kapcsolat, vagy a magyarországi nemzeti könyvtárból le tudják kérni. Legalábbis a komáromi könyvtárnak van, de szerintem a többiek is valahogy meg tudják oldani, hogy a magyar forrásokat is lekérik. Aztán van egy következő nagyon fontos szolgáltatás, amit igénybe lehet venni a könyvtárak részéről, ez az úgynevezett research, magyarul szakirodalomkutatás, illetve irodalomkutatás. Ugye ez azt jelenti, hogy irodalomkutatást kérsz a könyvtárostól, jó dolog jó lenni a könyvtárosokkal. Például, hogyha megcsúszol időben, vagy csak kell egy kis plusz segítség, akkor be tudsz menni, itt van például az UKF-nek a könyvtárának egy ilyen megrendelő nap, kitöltitek, nem tudom, hogy itt ez fizetőse, általában egyébként ez fizetős szolgáltatás, de nem biztos, hogy mindenütt, és arról szól a téma, hogy ti leadjátok, hogy én nekem ez a témám, és ilyen forrásokat keresek, és akkor a könyvtáros pedig összeállít nektek egy ilyen irodalomlistát, egy szakirodalomlistát, amiből, tehát egy 20, vagy 30, vagy egy 50 tételből álló listát, amin vannak, te adhatod meg, hogy milyen dokumentumok vannak rajta, szakkönyvek, vagy folyóiratcikkek legyenek benne, te adhatod meg, hogy milyen nyelvűek legyenek ezenek, tehát ha mondjuk kifejezetten angol nyelvűeket keresel, ezeket mind a kérésed, tehát a megrendelőben leadod, és aztán ők egy-két héten belül, vagy egy-két napon belül elkészítik, és akkor kapsz egy listát. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor megkapod így egy ilyen nagy adag zacskóban a könyveket, meg fölöccikkeket, hanem egy listát kapsz, és aztán utána a második lépés az, hogy kérheted azt, hogy megnézed a listát, és akkor na jó, ezt és ezt és ezt és ezt a kiadványt én szeretném, ha beszereznétek, jónak tűnik, és akkor fel szeretném használni. És akkor ők azt vagy beszerzik a saját állományukból, vagy lekérik másik könyvtárból, vagy ahonnan lehet. Nyilván olyanokat fognak kikeresni, amit valahogy be tudnak szerezni, úgyhogy ezt ajánlom esetleg fontolóra venni, hogy igénybe venni ezt a szolgáltatást. És akkor most látom itt, hogy itt van az a MVS, ez, amiről erről beszéltem, a
medzi knyižničná výpočná služba, tehát a könyvtár közi kölcsönzés, illetve a medzinárodnál medzi knyižničná výpočná služba. Nagyon szép hosszú neve van. Jó, ezekkel kapcsolatban van-e valami kérdés? Tehát a igénybe vehető könyvtári szolgáltatásokkal, vagy a katalógusokkal kapcsolatban, katalógusokba való kereséssel kapcsolatban. Ha nincs. Jó, én akkor tovább nyargalnék, mert látom, hogy nagyon szalad az idő. Tehát a könyvtári szolgáltatásokról szerintem most már többet nem beszélek. Menjünk át arra belső előírásra. És ott a Csillát megkérném, hogyha meg tudja osztani azt az előírást, mert ugyanis én nem tudom letölteni, tehát az csak ti bejelentkezett hallgatók tudjátok megnyitni. Pillanat már is. Ahogy ugye te is végigmutogattad, tehát ugye az előírás mindent leír, hogy hogyan kéne kinéznie formailag, illetve tartalmilag is azért ad néhány előírást. De ami nagyon fontos, és amit Csilla is kiemelt, hogy a konzulensetekkel legyetek nagyon jóba, és minél hamarabb vegyétek fel vele a kapcsolatot, hogy nehogy az legyen, hogy ezen a kommunikáción, vagy ezen a személyes konfliktuson fog múlni a szakdolgozatotok. Illetve amit Csilla említett, hogy tudományáganként, illetve szakonként változhat az, hogy milyen formában kérik például a hivatkozásokat. Úgyhogy ezt jó az elején tisztázni a konzulenssel. Köszönöm szépen, Csilla. Na, és akkor nézzük meg azt a részt, ahol a hivatkozások vannak. Vagy ez talán valami melléklet. Igen, az melléklet volt, akkor megnyitom azt, pillanat. Jó, mert ugye ez a hivatkozásoknak a formája, az tulajdonképpen az ilyen pont-pont veszőcske. Tehát, hogy most hol nagybetű, hol kisbetű, hova kell tenni a pontot, hova tesszük a kötőjelet, a kettős pontot, hol dőlten szedjük, stb. Stb. Tehát, hogy a különféle bibliográfiai adatokat milyen módon rendezzük el a hivatkozásunkban, az ugye szabványosítva van, és ugye ez a szabvány, amit itt például látok, ugye ez egy ilyen irányelv, de ahogy Csilla is mondta például, hogy lehet, hogy a nyelvészeknél teljesen máshogy kell, vagy a történészeknél teljesen máshogy kell, vagy lehet, hogy van még elég sok szak, amin kicsit máshogy kérhetik a belső előírással ellentétesen. És akkor itt, ahogy látjátok, tulajdonképpen tényleg az a lényeg, hogy itt megvannak a különféle dokumentum típusoknak, tehát ugye, mint például a könyv, a folyóirat, tanulmánykötet, CD, norma, szabvány, stb. Elektronikus folyóirat. Tehát mindegyik dokumentum típusnak megvannak a maga bibliográfiai adatai, ugye a bibliográfiai adatok, amik egyértelműen beazonosítják, hogy ez a kiadvány, melyik kiadvány, tehát hogy egy könyvnek is lehet több kiadása, és ugye azok között lehetnek különbözőségek. Tehát ugye ide tartozik a szerzőségi közlések, a cím és a kiadási adatok alapvetően, tehát kiadás helye, kiadás éve, a kiadó, illetve az ISBN és az ISSN szám. Tudjuk-e, hogy mi ez az ISBN és az ISSN? Ha valaki nem tudja, akkor esetleg írja meg. Ugye az ISBN az a... De ezért elárom. Az ISBN a könyvnek az azonosítója, tehát könyvi jellegű kiadvány azonosítója, az ISSN pedig az időszaki kiadványoknak, tehát hogy vagy sorozatok, vagy pedig folyóiratoknak az azonosítója. És igen, köszönöm. És ami még ugye, amit szintén fel kell tüntetni, az az oldalszám. Tehát, ugye, hogy melyik oldalról történik, hogyha nem az egész kiadvány egészét használod fel, hanem ugye például a folyóiratban csak folyóirat cikket, akkor ugye az a tólig, tehát hogy ettől az oldaltól, ettől az oldalig tart az adott folyóirat cikk, és azt úgy kell feltüntetni. Illetve, ahol konkrétan a hivatkozás történik, tehát nem a
hanem az összesített bibliográfiajegyzékbe, ott meg a pontos oldalszámot adod meg. Tehát lehet, hogy az egész kiadvány maga 450 oldal, de te csak a 13. oldalon, meg a 66. oldalon található információt használtad fel a szakdolgozatodban, akkor azt ugye a szövegben, ahol idézed ott, azt az oldalszámot kell feltüntetned. És ugye ez megint egy nagyon fontos dolog, hogyha már elkezdtek jegyzetelgetni, meg forrásokat gyűjteni, akkor mindenképpen mindig jegyezzétek fel azokat a gondolatokat, amiket kiírtok, hogy pontosan melyik kiadvány melyik oldaláról írtátok fel, mert utólag már nagyon-nagyon nehéz visszakeresni, hogy fú, hogy ez egy nagyon jó kis definíció volt, de melyik könyvben is találtam, és akkor már lehet, hogy már visszavetted a könyvtárba, és csak annyira emlékszel, hogy ez egy ilyen nagy sárga könyv volt, és akkor így bementek a könyvtárba, és akkor megmondod a néninek, a könyvtáros néninek, hogy hát egy olyan nagy sárga könyv volt, és akkor ő így azt fogja mondani, hogy jó, van körülbelül 2000 nagysárga könyvünk, kicsit pontosítsunk, és aztán az már egy kicsit nehezebb visszakutatni, úgyhogy ha találtok bárhol valami információt, amit már így a szakdolgozathoz jegyzeteltek, mindig jegyzeteljétek le a forrást és az oldalszámot is. Ezek vonatkoznak ugye a papíralapú forrásokra. Az elektronikus forrásoknál pedig, amit Csilla is kiemelt, hogy a dátum nagyon-nagyon fontos. Azt mondják ugye, hogy ami az internetre egyszer felkerül, az már onnan le nem kerül, csak hogy módosulhat, illetve vannak dolgok, tehát hogy azért el is veszhetnek, és mondjuk nem mindenki hacker, tehát nem mindenki tudja teljesen visszaszedni a webarchívumból a dolgokat. Tehát, hogy magatokat védjétek azzal, hogy a dátumot feljegyzitek, hogy ti ezt az online online forrás mikor használtátok, mert lehet, hogy amikor már a konzulens vagy a opponens fogja nézni, már nem úgy fog kinézni, vagy nem lesz ott, nem lesz elérhető, de ezzel ti magatokat tudjátok védeni, hogy akkor még ott volt. Persze, nyilván ezzel nem visszaélni, hogy hát csak úgy találomra beírok valamit, és akkor majd ráfogom, hogy hát pedig higgyék el, hogy ott volt, mert azért nem tudom, legyünk becsületesek. Úgyhogy így. Jó, ezekkel a hivatkozásokkal kapcsolatban van-e valami kérdés? Ha van, akkor nyugodtan írjátok meg a chatbe, és akkor én még egy dologra kitérnék. Tehát ugye amikor elkészül a szakdolgozatotok, meg egyébként előtte is lehet ezt használni, amikor elkészül a szakdolgozatotok, ugye feltöltitek az AIS-ba, és aztán ugye végigfut ezen a plagizáló, tehát a plagium kereső rendszeren, lefuttatják, és utána ugye aztán elkerül a védésre, a védésen megvéditek, és a megvédett szakdolgozatotok felkerül egy rendszerbe. Csilla, ha esetleg meg tudod nyitni a törőzöpöt, vagy én is meg tudom osztani, akkor a... Megosztom akkor, vagy megosztod? Megosztom, akkor én jó. Rendben, akkor én lekapcsolom. Az ablakomat. Tehát van egy ilyen oldal, és tulajdonképpen ezt a szakdolgozatírás elején is tudjátok használni, tehát egy ilyen tipp és trükk, akár a témaválasztásnál is, meg később, ugye, amikor már megvédtétek a dolgozatokat, akkor itt meg tudjátok majd tekinteni, hogy ez a centrálni regiszter záveresnik, egy kvalifikasnyi prác, ezt tulajdonképpen eredetileg arra hozták létre, hogy a tehát a háttérben fut a plagizálás kereső, vagy plagium kereső szoftver, tehát ez össze van kötve az AIS-szal, és utána, amikor megvédtétek a szakdolgozatokat, akkor ide felkerül. És akkor ez megint csak egy tök egyszerű adatbázis tulajdonképpen, ahol tudtok keresni mindenféle kritérium alapján, úgyhogy itt majd ki tudjátok keresni. Tehát például megnézzük Csillának a dolgozatát, ha már így megmutatta, és akkor így fog majd megjelenni nektek is a ti saját szakdolgozatotok. De hogy még a szakdolgozatírás közben mire tudjátok használni, tehát ugye itt fent vannak 2011 óta a megvédett szakdolgozatok. Hogyha esetleg még szeretnétek több forrást találni a szakdolgozatotokhoz, meg tudjátok nézni, hogy abban a témában már készült-e valamilyen szakdolgozat, vagy diplommunka, vagy PhD munka, tehát doktori munka,
És ami az egészben a nagyon jó, hogy a legtöbb ugye elérhető teljes szöveggel. Igen, nem vagyok robot. És tudtok egy kicsit meríteni a forrásjegyzékből. Tehát, hogyha egy kicsit megakadtok, vagy szeretnétek kiegészíteni, vagy biztosra akartok menni, vagy csak úgy ihletet meríteni, vagy csak úgy kíváncsiak vagytok, akkor például a hasonló tematikájú szakdolgozatnál meg tudjátok nézni, na ő milyen forrásokból dolgozott, és akkor ez egy kicsit segíthet nektek. Ugye itt vannak a... Tehát egy teljes szöveggel felkerül a szakdolgozat, és akkor esetleg onnan is tudtok meríteni, hogy aha, ezt a kiadványt ezt jónak tűnik, lehet, hogy én is fel tudom használni, és akkor már úgymond inspirálódtok belőle. De egy dolgot nem szabad elfelejteni. Tehát itt a szarazatban ti nem látjátok, hogy ez a szakdolgozat hányasra került, hányas, vagy milyen értékeléssel került megvédésre, mert az egy biztos, hogy megvédésre került, viszont azt nem tudjátok, hogy ez egy ás dolgozat, vagy egy éppen, hogy átcsúszott dolgozat, úgyhogy ezzel egy kicsit olyan óvatosan. Hogyha esetleg ráakadtok olyan szakdolgozatra, amit egy ismerős oktatónál írtak, akkor esetleg meg lehet kérdezni, hogy tanár úr, tanárnő, hogy ajánlja-e, hogy ezt a szakdolgozatot megnézzem, hogy milyen értékelést kapott, tehát egy kicsit után lehet nyomozni, hogy mégis mennyire megbízható az a forrás, de alapvetően nem tudjátok, ha csak nem ismeritek az illetőt. Na, úgyhogy még ezt a cörözöpöt nagyon-nagyon ajánlom nektek, és még egy nagyon-nagyon utolsó dolog, hogyha külföldi forrásokra van szükségetek, akkor van egy ilyen lehetőség, hogy be tudtok regisztrálni, ez a Centrum Vegyetko Technikai Információ Központ, ahol vannak online elérhető források, bár bizonyos könyvtárakban egyenesen hozzáférhetőek ezek a nemzetközi adatbázisok, viszont ha nem, vagy valószínűleg nekik is ezen keresztül, itt vannak elérhető online adatbázisok, amiben ugye elsődlegesen 99%-ban angol nyelvű forrásokat találtok, könyveket, illetve folyóiratcikkeket is egyaránt. Ezt tudom nektek ajánlani, itt van ez az ESZDROJA, tehát ugye itt vagyunk a CVTISZR oldalán, és itt az ESZDROJA menüpontra, ha kattintotok, akkor eléritek. Be kell regisztrálni, és akkor kaptok ilyen kódot, és aztán azzal be tudtok egy évig jelentkezni. Ha jól tudom, most jelenleg ingyenes a regisztráció, tehát hogy tényleg nem kerül semmibe, csak e-mailbe kell elküldeni a jelentkezést. Itt minden le van írva, hogy hogyan kell regisztrálni. Le van írva pontos, hogy hova kell, milyen címre kell küldeni, itt van, le lehet tölteni a jelentkező lapot. És aztán itt, visszamegyek ide, itt vannak itt a licenca van ESZDROJA, itt vannak azok az adatbázisok, amelyek elérhetőek rajtok keresztül, és ugye ebben már tudtok keresgetni. Én most ebben nem megyek bele a jobban, mert erről megint lehetnek körülbelül 4 órán keresztül beszélni, akit esetleg érdekel tovább, az nyugodtan keressen meg, vagy a könyvtárba kérdezze meg, és ők fognak tudni ebben segíteni, hogy hol melyikben lenne érdemes utána nézni, ez csak így felvillantom, hogy ez is egy lehetőség, hogyha külföldi forrásokra lenne szükségetek a munkátokhoz. Na, én tulajdonképpen ennyit gondoltam, kis népek. Van-e kérdés, és esetleg Csilla, neked van-e valami, ami még eszedbe jutott? Van ott valamilyen határ, hogy hány százalékos egyezés lehet? Jó kérdés. Van, csak nem tudom mennyi. Szerintem ezt mindenképp érdemes a témavezetőtől megkérdezni. Van, csak nem tudom, szerintem ez is szakonként, vagy egyetemenként, vagy karonként, vagy nem tudom miként változó, de biztosan van egy ilyen határ. Sziasztok, én a Komenszkiről vagyok, és nálunk 10%-a megengedett a filozófiai karon. A bölcsészkaron, úgyhogy... Köszönöm. Nekem is ez rég egyébként, ez a 10%. Szerintem az a reális, csak így esetleg, hogy ne nagyon plagizáljatok, de a 10%-ot szoktak megengedni általában.
Oké, köszi. Van még valami kérdés? Vagy valamelyik téma, ami esetleg még érdekelhet titeket? Most ebben a pillanatban, vagy sok volt az info? Jó, tehát én akkor még egyszer elmondom utoljára, tehát akit esetleg érdekelne személyes vagy csoportos konzultáció, vegyétek fel velem a kapcsolatot az elküldött linken, és akkor meg tudunk beszélni egy időpontot, amikor az átbeszéljük esetleg kicsit bővebben ezeket a témákat, illetve konkrétan a ti témátokat illetően tudunk kikeresni forrásokat, és még tudok esetleg ilyen tippeket, trükköket mondani ezzel kapcsolatban, illetve lehet kérvényezni, vagy kérni azt is, hogy esetleg a szerkesztésben is segíthetek. Tehát amikor már nyilván lesz valami szöveges része a dolognak, és akkor... Tehát akkor, amikor már nem konkrétan, mit formázni. Jó, mikor idézzünk szó szerint, és mikor parafrázist? Uh-huh. Hát szó szerint, véleményem szerint akkor idézünk, amikor az egy definíció, vagy amikor annyira pontosan meg van fogalmazva, hogy nem érdemes nagyon átfogalmazgatni, de viszont nyilván az se jó, hogyha az egész elméleti részünk tele van szó szerint idézésekkel, és akkor azért szükséges a parafrázis, tehát amikor magunk a saját szavainkkal átfogalmazva mondjuk el ugyanazt, hogy nyilván mindkét esetben hivatkozni kell. Nem tudom, Csilla, neked esetleg ezzel kapcsolatban van-e valami? Igen, egyet tudok ezzel érteni, esetleg meg tudom osztani még egyszer a munkámat. Most itt közben kinyitottam a Word-ben, ott talán jobban láthatóak lesznek ezek a formai dolgok is. Ja, igen, vannak ilyen trükkök, hogy például, ha ugye mi magyarul írjuk a dolgozatunkat, de forrásokat találunk szlovákon meg angolul, akkor az tök jó, mert eleve, ha lefordítod magyarra, az már nem ugyanaz. Tehát nem tudod ugye teljesen, úgyhogy így ebből a szempontból nekünk nagyon jó ez a sok nyelvűség. De nyilván vannak azok az esetek, amikor viszont tényleg szó szerint idézzük, és akkor azt mindenképpen jelöljük, úgy, ahogy a Csilla is mutatta, tehát azt akkor idézőjelbe téve és dőltem. Igen, ugye itt látható rögtön az első bekezdésben egy jó néhásoros idézés szó szerinti. Ugye itt konkrét definícióról van szó, hogy mi is az a tulajdonnév, aztán van itt még egy rövid, és aztán meg általában én így az elejére raktam ezeket a szó szerint definíciókat, aztán pedig összegyűjtöttem több különböző szakirodalomból, és azokat lényegében összegyúrtam, és akkor már lényegében sokat ismétlem magam. Igen, így volt egy új koncepciója az egésznek. Úgyhogy igen, itt láthatjátok még, amit meg akartam mutatni, a Dóra említette, hogy pontos oldalszámokat a konkrét helyekről, szóval, hogyha egy munkából több helyről idéztek, akkor nyilván a szakirodalmi jegyzékben a végén az összes oldaltól, hogy például nem tudom, 8-tól 173. oldalig tekintetted át azt a munkát, de azon a konkrét helyen, ahol idézel vagy parafrazálsz, ott a konkrét oldalszámot kell megadni. Ott is nyilván lehet több oldal, nem tudom, most itt lesz-e nekem olyan, igen, például itt van 150-151, akkor ugyanúgy lehet azt is jelölni. Illetve, amit még meg szerettem volna mutatni, ami nagyon hasznos lehet, mégis megkönnyítheti a dolgotokat. Ha van valakinek kérdése, ne felejtse el az idézésről, vagy nyugodtan írja el csetbe, csak közben nekem még eszembe jutott egy olyan, hogy ezeket a fejezet címeket lehet itt a Word-ben ilyen címsor egyel jelölni, itt, hogyha ballal ráklikkeltek, akkor tudjátok magatoknak nyugodtan módosítani, hogy milyennek szeretnétek, be lehet itt mindenfélét állítgatni, alcímnek pedig a címsor kettőt, szintén, vagyis nem bal klikkel, bocsánat, rosszul mondtam, az előbb jobb klikkel tudjátok módosítani, és hogyha minden ilyen címet beállítotok, ez ugye egyes, ez itt a kettes, ahol van esetleg egy harmadik is, ott be tudtok állítani egy címsor hármat is, és így nagyon egyszerűen ki tudjátok majd generálni a tartalomjegyzéket, ugyanis ez egy kigenerált tartalomjegyzék,
amit itt a hivatkozás alatt tudtok kigenerálni. Szóval így sokkal egyszerűbb, hogyha ezeket beállítjátok, és automatikusan hozzárendeli az oldalszámokat is. Úgyhogy ez tényleg nagyban megkönnyíti azt a munkátokat. Illetve amit még meg szerettem volna mutatni, az az oldalszámozás, ezt ugye mondtam is, hogy szeretném megmutatni. Amint látjátok, itt egészen a tartalomjegyzékig nincs a bal oldalon oldalszám, és aztán a bevezetésnél már, vagyis a jobb oldalon, keverem az irányokat. Szóval itt a jobb oldalon már látható, viszont nem egyessel kezdődik, hanem tízessel, mert ez már a tizedik oldal. Ezt úgy lehet beállítani, hogyha... Ja, ez előbb már megtaláltam, igen, itt az oldalszámnál, és ugye ott nem formázás, de mondjuk formázás, igen, előző szakasz folytatása, vagy kezdő sorszám, ugye a 10 ebben az esetben, itt, igen, sikerült rámennem, nagyon jó, igen, itt a 10-es volt a kezdő sorszám, az előlábban, amit viszont megfigyelhettek, hogy itt van egy szakasztörés, szóval nem oldaltörés van, mint eddig, itt például nem egy új oldal kezdődik, hanem egy új szakasz. Ezt itt a beszúrásnál tudjátok, nem? Szóval az elrendezésnél tudjátok beállítani, itt a következő oldaltól kezdődik egy új szakasz. Ez azért nagyon fontos, kimásoltam ide egy részletet, hogyha például itt ide megyek az oldal végére, és beállítom, hogy a következő oldaltól legyen egy szakasztörés, akkor az oldalszámozásnál, ugye beállítom, hogy az oldal alján legyen, és itt az oldalszámozásnál, az előbb kiugrott nekem, most miért nem ugrik ki. A technika ma nem a barátom. Nem szerettem volna eltávolítani, pedig esküszöm az előbb működött. Formázás, kezdő sorszám, legyen mondjuk a kett... Jaj, jó, ma tudom, miért nem működik, azért mert rá kellene mennem a következő oldalra. Igen. És akkor, igen, jó. És itt ugye be van jelölve, hogy csatlakozik az előzőhöz. Hogyha ezt kikapcsoljátok, akkor nem fog csatlakozni. Tehát, hogyha innen kitörlitek az egyest, mint oldalszámot, ugye ahol nem kell oldalszám, akkor innen eltűnik, viszont itt a kettes megmarad. És itt tudjátok beállítani aztán, hogy tudom, nekem mondjuk ugye a tizedik oldaltól kezdődött, akkor a kilencedik oldalon van egy szakasztörés, és a tizedik oldaltól látható a számozás. Remélem nagyjából azért érthető volt, hogy mit próbáltam most elmagyarázni. Jó, bocsi, hogy így közben vágtam a hivatkozásokba. Hogyha van kérdésetek még, akkor nyugodtan, meg türelmetek esetleg. Akkor nyugodtan és bátran kérdezzetek. Már szállingóztok azért, ami érthető, azért egy óra tömény információ áradat után. Tehát, amint az elején említettem, a videó majd visszanézhető lesz YouTube-on, hogyha esetleg elakadtok, és tényleg bátran tudom ajánlani a konzultációt Dórával. Szerintem nagyon hasznos lehet mindenki számára. Úgyhogy van kérdés, még esetleg valakiben felmerült valami. Esetleg utólag is, ha van kedvetek, akkor keressetek meg minket, vagy írjatok Dórának konzultációval kapcsolatban. Talán az lesz a legjobb, és akkor ő tud még valami különleges trükköket is tanácsolni. Jó van, és hát... az a jó, hogy nincs rossz kérdés, tehát, hogy igen. Nincs rossz kérdés. Bármit fel lehet tenni.
Meg nincs hülye kérdés. Igen, nincs olyan. A hülye kérdés az, amit nem tesznek fel. Ez most egy, jaj, most nem fog hülyének gondolni, vagy nem tudom, nincs ilyen tényleg, szóval senki nem született úgy, hogy ebben profi volt, amit látjátok, én is még itt keresgéltem utána a dolgoknak, hiába próbáltam ki 15 perccel előtte. Szóval nyugodtan. És én szeretném megköszönni, hogy itt voltatok, és rászántátok ezt a bő egy órát arra, hogy remélhetőleg egy sikeres szakdolgozatot, szemináriumunkat, diplomamunkat, bármit írjatok, és nagyon szépen köszönöm neked, Dóra, még egyszer, hogy segítségemre voltál ebben a kis előadásban, úgymond. És tényleg köszönöm, hogy eljöttetek, és várunk titeket szeretettel a következő eseményeinkre is, így a Judit nevében tudom ezt nektek mondani, és további szép estét, és sok sikert a dolgozatírásban, bármilyen dolgozat is legyen az, és jó kitartást hozzá, és jó témát. Köszönöm szépen én is, Csilla, a meghívást. Így már második éve nyomjuk. Igen, igen. Reméljük, egyszer meg tudjuk már személyesen. Hát, igen, egyszer reméljük. Azért az más. Igen, kicsit más azért. Talán akkor bátrabban is kérdeznének. Jó, van, nagyon szépen köszönöm nektek, és további szép estét. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok!